A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Köszöntök mindenkit! A Medgyessy család, mint sok más bogyoszlói család, ők is elszenvedték az 1874-es tűzvészt. Ezután építették meg jellegzetes, elalakult lakóházukat. Az 1874-ben épült L alaprajzú keresztszárnyas lakóház a Rába köz építészeti hagyományaiba nyújt betekintést. Az épületben egy gazdag nagy család lakott, akik a vízrendezések révén és a cukorrépa termesztés 1880-as évekbeli fellendülésének köszönhették vagyonukat. Bogyoszlón az 1874-es év egy nagyon markáns év, hiszen ekkor szinte a teljes települést tűzvész pusztította el. Ennek hatására az építészetben megjelentek az L-alakú házak, és a múzeumban áttelepített L-alakú épület is ezt a jellegzetes építészeti módot mutatja be. Magyar nemzetiségű katolikus nagycsalád lakott ebben a házban, több generáció élt együtt. Az első traktusban a legidősebb szülők laktak, az oldalépületben a legidősebb fiú, és a hátsó lakrészben pedig a fiatal pár a gyermekekkel. A hosszú szárny rangos bútorokkal berendezett első szobájában a Medgyessy család lakott, ahol interziás asztalt, fedeles ágyakat és festett ajtajú szekrényt láthatunk. A rövid szárny szobáját a Medgyessy család egy másik generációja lakta. Ebben a helységben a gyermekáldással és a várandósággal kapcsolatos babonákat, szokásokat is megismerhetjük. Az édesanyja éppen most adott életet legfiatalabb gyermekének. Ezt az érdekességet mutatja, hogy az ágya el van függönyözve, hiszen jól lehet vallásosak voltak, római katolikus vallásúak voltak, de a babonaság is elég erősen hatott az életmódjukra, ezért az édesanyját és a fiatal gyermeket és a fiatal babát is főleg keresztelő előtt óvni kellett a szemmelveréstől, rontástól, hogy fizikailag is próbálták óvni, úgyhogy elfátyolozták, eltakarták a világ és az ártó szemek elől az anyukát is és a babát is. Az áldott állapotot akkoriban teher állapotnak is hívták, amellyel kapcsolatban számos hiedelem ismert. Az egyikről az asztalon lévő kosár és annak tartalma árulkodik. A 19. és a 20. század elején is nagyon sok tiltó szokás is kapcsolódik a terhességhez és a várandósághoz. Az édesanyákat kímélték, nem süthetett, nem főzhetett a gyermekágyat fekvő édesanyja, ezért a komái komatálat hoztak számára. Vörösbort is hoztak az anyukának, ez szintén az analógiás mágia része, hiszen a vörösbor a vért szimbolizálja, és ezzel pótolták vissza. A pálinka az pedig kifejezetten az életerő visszanyerésére szolgáló folyadék volt. Egy jómódú család mindennapjaiba és a Rába köz építészeti hagyományaiba nyerhetünk betekintést a bogyoszlói lakóháznak köszönhetően. A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.